Köszöntöm az ismerős nézőit! Mai vendégünk a fotballpályáról jött hozzánk, Máté Csaba, az UFC mindenesevő velem szembe. Csaba, ö, tényleg nem... Tudtunk így együtt sem jobb titulust kitalálni, azért ez nem olyan szép, hogy az ember azt mondja, hogy az UFC mindenese, de egyébként meg nagyon szép, tehát két oldalról lehet megközelíteni ezt a dolgot. Csaba ez van most, tehát, hogy te az UFC mindenese vagy, ez most a jelen, de azért egy kicsit mi menjünk vissza a gyökerekhez, de ugye egy szexárdi fiatalember vagy, aki jött, ment, itt volt, elment országon belül, aztán országon kívül 80 évet töltött, és most megint itt, és tényleg ez a jelen, de menjünk vissza, mondom még egyszer a múltba, hogy kezdődött ez a nagy-nagy szerelem? Hát végül is szexári származási vagyok, ugye ezt beszéltük. Ide jártam a Garai János általános iskolába, amelynek sajnos nem volt labdarúgó csapata, ezért vendégmunkásként, úgynevezett vendégmunkásként a Babicsmi általános iskolába kezdtem el edzésre járni. Ötödikes koromban Sárosi Antibácsihoz Mai szemmel, egy kicsit edzői szemmel visszagondolva, nyugodtan mondhatom, hogy nagyon nagy szerencsém volt, hogy az Antibácsi volt az edzőm, hiszen én úgy gondolom, hogy nagyszerű pedagógus és nagyszerű futball szakember is volt egyben. Azok a játékosok, akik nála nevelkedtek, mind emberileg, mind szakmailag a labdarúgás területén, úgy gondolom, hogy nagyon sokat kaptak tőle. Ő tanított meg az alapokra, ő vezetett be ebbe a szép játékba és onnan kikerülve kerültem át a, az akkori Szexárdi Dózsához a hatodikos koromba, amikor már nagypályán kezdtünk el játszani, Újvári Misi bácsihoz az ő kezei alá kerültünk. Vele kapcsolatban is elmondhatom, hogy ő is egy nagyon szigorú pedagógus volt, nagyon sok mindent tanultunk őtőle is, és ő kezdett el minket a nagypályás labdarúgásnak a, a rejtelmeibe egy kicsit bevezetni. És így fokozatosan mentem fel a ranglétrán, évről évre ugye feljebb kerültünk minden korosztályba. Nagyon sok edző keze alatt megfordultam, nyugodtan mondhatom, hogy utánpótlás szinten igen jó edzők kez alatt dolgozhattam, és ez, ez úgy gondolom, hogy azért nagy szerencse volt számunkra, és mindenképpen fontos elmondani, hogy, a mikorosztályunk, ez a 69-70-es évjárat úgymond, országos szinten egy igen jó évjáratnak mondható, és ebbe is azt mondom megint csak, hogy nagy szerencse volt, hogy olyan játékosok kerültek össze egy csapatba, akiknek hasonló volt a gondolkodásuk, hasonló volt a mentalitásuk. Mindannyian szerettünk volna valamit elérni a labdarúgásban, és azért az elég egyedülálló, hogy egy csapatból mondjuk három játékosnak sikerült a legmagasabb osztályba eljutni, Kaszapistinek, Kvanduk és és Jómagamnak. Nagyon sokan eljutottak a másodosztályba, itt Szexádon vagy akár más városba, és legalább MB3-as szintig szinte mindenki. Emellett, ami úgy gondolom megint csak nagyon fontos, és a sportnak ebbe is nagyon nagy szerepe van, hogy az élet más területén is úgy látom, hogy mindenki megtalálta a számítását azok közül, akikkel együtt játszottam, és erre, úgy gondolom, hogy erre is büszkék lehetünk, és úgy gondolom, hogy a sportnak ehhez is igen nagy köze van, hiszen a sport az nem csak arról szól, hogy Kimegyünk a pályára és játszunk egy meccset nyerünk vagy nem nyerünk, hanem ott különösen egy csapat egy közösséget alkotunk. Megtanuljuk egymást tolerálni, egymás hibáit elviselni. Van egy cél, amiért, egy közös cél, amiért küzdeni kell, ez, ez egyfajta céltudatosságot tanít a játékosokba, illetve a gyerekekbe illetve vannak pillanatok, amikor nagyon nagy szükség van arra, hogy, hogy akarat erővel átlendüljünk a nehézségeken. És úgy gondolom, hogy ezek a tulajdonságok, ezek a magánéletben is nagyon fontosak lehetnek, hiszen ott is lehetnek olyan nehézségek, amikor azt mondja az ember, hogy ezt most nem tudom csinálni, és van, aki ebbe a pillanatban esetleg megfutamodik. Én úgy gondolom, vagy úgy látom, hogy azok, akik egy kicsit elmélyednek a sportba, nem mindjárt megfutamodással kezdik, hanem, hanem esetleg megpróbálják leküzdeni a nehézségeket. Erősek minden téren. Csaba, jó, elkezd egy iskolás gyerek focizni, és akkor persze élvezi, hogy kergeti a labdát, összejön a barátokkal, haverokkal, jól érzik magukat. Mikor volt az a forduló pont, amikor éreztet, hogy na azért ez több annál, mint hogy délutánonként kikapcsolódok? Vagy esetleg mikor volt az, amikor azt mondták a téged edző bácsi, hogy hát fiam belőled még lehet valami? Hát igazából én amióta az eszemet tudom, én, én, én focista szerettem volna lenni, tehát... Ez nem is volt kérdés. Én ahogy visszaemlékszem, nem. Lehet, hogy ez most már megszépülnek a dolgok ugye, az idő múlásával, de én, én mindig is azt szerettem volna, vagy az volt a vágyam, hogy, hogy labdarúgó legyek. Ö, apró lépésenként haladtam előre, tehát abban az időben ugye Szexárdon másodosztályú csapat volt, egy, egy nagymúltú másodosztályú csapat, akkor az volt a nagy álom, hogy abba a csapatba egyszer bekerüljön az ember. Akkor, amikor az úgy sikerült, akkor, akkor merészebb álmokat egy MB1-es csapatról álmodott az ember, ez is sikerült, akkor ugye megfordul az ember fejébe, hogy, hogy talán ha egyszer külföldre kikerülne, Végül is óriási szerencse révén ugye ez is, ez is összejött. Nyolc évet voltál. Nyolc évet voltam, igen, Belgiumban. Ez volt azért, úgy, úgy, amikor jön egy ilyen lehetőség, és akkor azt mondani, hogy hát akkor pakolok és megyek. Nem tudom, hogy akkor már megvolt -e a feleséget például, tehát házas ember voltál-e. Szóval arra akarok utalni, hogy nem egy ember sorsát pecsételte meg az ajánlat. É, igen, végül is. Én úgy gondolom, hogy az, az a volt az igazán a szerencsénk, hogy sok időnk nem volt ezen gondolkodni. Tehát ö, hazajöttünk Tatabányáról. volt Pécs, Tatabánya. Igen, elhelyezkedtem itt a, az akkori Hungária biztosítónál, mint üzletkötő, és mellette gondoltam majd, majd hogy, itt úgy, az úgy meg is nyugodtál. Csapata. Igen, Mondtattam úgy gondoltam, az... hogy na akkor ez, ugye el kéne kezdeni valamit még tanulni, vagy egyéb ilyen terveim voltak, és teljesen váratlanul jött egy, egy hívás, egy hétfői napon, hogy lenne-e kedven Belgiumba próbajátékra elmenni. Hát ugye az ember gondolkodik rajta, sose voltam még Belgiumban, mondom, sok vesztenivalóm nincsen, legféljebb, hát nyaralok egy hetet. Végül is azt mondtam, persze, persze, mikor kellene indulni? Hát ma este gyere föl Pestre, és azonnal indulni kell. Tehát igazából nem volt ez, hogy, hogy átgondolja az ember, most mit veszíthetek, mit nyerhetek, hogy legyen, mit legyen. Nejem hazajött a, a munkából, csak annyit tudtam neki mondani, hogy hát én elmegyek most egy hétre, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Meg kell mondani őszintén, annyira ő nem ürült neki, vagy vagy egy kicsit váratlanul érte a dolog. Ezt meg és, is lehet érteni. Igen, igen. És, és tulajdonképpen így jött ez a lehetőség. Most ott ugye egy próbajáték, az én mindig azt mondom, hogy a szerencse kérdése, ugye ott van egy hetet, hogy bebizonyítsd azt, hogy... Hogy, hogy, mire vagy képes. Mindenkinek lehet egy rossz napja, két rossz napja, akár egy rossz hete is. Nekem megmondom őszintén, nagyon nagy szerencsém volt, mert az alatt, az idő alatt szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy nagyon jó ment a játék. Annak ellenére, hogy igen, nehezen indult a dolog, hiszen ugye hétfőn utaztunk ki, keddi napon kellett volna egy mérkőzést játszani, egész éjjel ugye utaztunk, ott délelőtt egy kicsit próbáltunk pihenni, Brüsszelből kellett volna menni egy 100 kilométerre levő helységbe játszani, és hát akkor a dugóba kerültünk, hogy lekéstük a meccset. Igen, Tehát jézusom. tulajdonképpen a próba meccsemet, azt lekéstem, és hát akkor én ugye gondoltam, mondom, hát akkor majd itt megköszönik, hogy eljöttem Magyarországról. Igen, és Igen, hát ez ilyen ember, hát akkor forduljon vissza, aztán menjen haza szépen. És váratlanul azt mondták, hogy nincs semmi gond, hát ilyen előfordul, Ö, jö, holnap jöjjek edzésre, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok. És ö, tényleg ez, ez, egy kicsit úgy váratlanul is ért, hogy hát milyen rendesek velem. Én úgy gondolom a magyar eszemmel akkor, hogy, hogy akkor azt vártam volna, hogy hazaküldenek. A lényeg az, hogy ott edzhettem, két-három edzésen részt vettem, a hétvégén még volt egy ilyen edzőmérkőzés, azon részt vettem, és akkor, akkor sikerült megállapodni, hogy, hogy, hogy egy éves szerződést kötöttünk. Aztán, egy év. És aztán igen, le... hát végül is ugye az első időben itt igazán a motiváció az az anyagi oldal, hiszen azért az anyagi lehetőségek az ottani másodosztály és mondjuk itt másodozta másodosztályt mondom azért elég messze állnak egymástól. Úgy voltunk vele, hogy hát az az egy év majd azért olyan sikeres lehet, akkor akkor lehet, hogy majd lesz ebből hosszú táv, de, de végül is minden perc ajándék, úgy éltük meg. Kikerültünk. Ment a Jött velem a feleségem is, ugye beköltöztünk egy teljesen új környezetbe. Nagyon kedvesek voltak, azt el kell mondani, tehát mindenbe igyekeztek segíteni. Volt a klubnál egy ember, akinek csak ez a feladata, hogy a játékosok ilyen apró cseprő gondjaiba segítsen. Tényleg azt mondhatom, hogy nagyon flottul ment a beilleszkedés. A kis angol nyelvtudásommal, ami rám ragadta a gimnáziumban azzal kezdtem, de elszánt voltam abba, hogy minél előbb szeretném megtanulni a nyelvet. Ugye Belgiumról tudjuk, hogy két nyelvű ország, flamand, illetve vallon területtel. Ez azt jelenti, hogy az egyik része franciául beszél, a másik flamandul, ez tulajdonképpen a holland nyelv. Mi a flamand részen voltunk, és hát ö, ö, nagy szerencse, hogy a, az egyik pályaedzőnknek a munkatársnője az egy magyar származású hölgy volt, aki oda ment férhez, és ő megtudta, hogy kikerült ide egy magyar család, és nagyon kedvesen felajánlotta azt, hogy ő esetleg segít nekünk ő a nyelvet megtanulni. Oh. És így tulajdonképpen ketten a mert úgy hetente egyszer eljártunk hozzá. Nyugodtan mondhatom, hogy egy, egy nagyon szoros barátság alakult ki közöttünk, hiszen. Mint a férje, mint pedig ő tényleg mindenbe segítettek, a legapróbb gondokba is, de legfőképpen azzal, hogy bevezettek a holland nyelvnek a rejtelmeibe. És akkor onnantól kezdve, egy fél év után, én mondtam, hogy. Azért könnyebb lett minden, gondolom. A igen, nyelv. meg a csapattársaimnak is mondtam, hogy most már ne angolul beszéljenek hozzám, uh -huh. hanem, hanem, hanem flamandul, hogy számomra is könnyebb legyen a, a nyelvtanulás. Azért azt tudni kell, hogy ö, rengetegféle náció van a csapaton belül is, tehát csak egy példát mondok, egy edzőnek a gyakorlatot azt el kellett mondani a franciául, hollandul, meg angolul, hogy az összes játékos megértse, mert az egyik csak franciául tudott, a másik csak hollandul, a harmadik meg csak angolul. Úgyhogy nem egyszerű feladat volt, de azáltal, hogy látták rajtam, hogy én szeretnék még ezzel is jobban beilleszkedni, úgy gondolom, hogy ez is egyfajta elismerés volt, elismerést váltott ki a részükről, hiszen azért én, mint magyar, én is szeretem, hogyha idejön egy külföld, és esetleg megszólal az én nyelvemen, a teljesen másképp viszonyul hozzá az ember, úgy gondolom. Pozitív. Ketten mentetek, azért beszéljünk erről is, de négyen jöttetek haza. A gyerekek kint születtek, ha jól tudom. Két é, fiad van. É, nem? nem? Egy, fiam. egy fiú, egy lány, egy akkor fiú, ezt egy rosszul lány. tudom. Igen. Ö... Biztos azt gondolom, hogy egy focistának csak fiai lehetnek. <laughs> nem, igen. Végül is ketten mentünk ki. Ö, ugye mondtam, hogy a feleségem az, az elején egy kicsit óckodott, de aztán ő is ö, nagyon hamar ráállt arra a ritmusra, amit tulajdonképpen az ottani élet követel, és kintlétünk utáni másfél év múlva született meg Roland, és rá három évre az emese. Mind a ketten elkezdtek ott járni tulajdonképpen már iskolába, illetve óvodába, de iskolába is a Roland. Az első osztályt már ott elvégezte. Nyugodtan mondhatom, hogy nagyon szerettek ott. Tehát kicsit sajnálták, amikor hazajöttünk, illetve volt bennük egy kis várakozás, hogy jövünk haza Magyarországra, de most a nyáron, három év után sikerült visszamennünk egy, egy kis nyaralásra, és az első dolog az volt, hogy visszamentünk az iskolába, ahova jártak, uh -huh. és a Roland például minden probléma nélkül beült az iskolapadba a vakáció alatt, és együtt volt az egykori osztálytársaival. Ez úgy gondolom, hogy vagy örülök neki nagyon, hogy ez így van, hiszen nem szeretném, hogy hogyha ez a nyolc év azért kitörődne az életünkből, és remélem, hogy az a kis nyelvtudás, ami főként a Rolandra ráragadt, az, az, az megmaradna neki esetleg hosszabb távon is, és esetleg profitálhat belőle később. És ki tudja, lehet, hogy a Roland egyszer majd középiskolát, már akár középiskolát is, hát nem is Magyarországon válasz. Hát igen, ezt ki tudja, bár nem tudom, hogy ennek a családban mindenki örülne, ugye főként a feleségem, de, de soha nem lehet tudni. Hát Tehát... gondolom annak idején a ti szüleitek se örültek annak, hogy az unokák sem itthon, hanem, hanem a messzi távolban vannak többnyire, vagy hát éppen ti is ezekhez a helyzetekhez azért úgy lehetett az egész nagy családot hozzászoktatni, tudtak alkalmazkodni? Hát ez egy érdekes szituáció, mert tulajdonképpen Ugye kétszer egy évben tudtunk hazajönni. A téli időszakban volt egy egyhetes pihenőnk a fociban, illetve nyáron volt olyan, hogy egy, egy hónap, még akár másfél hónapra is itthon tudtunk lenni. Tulajdonképpen ekkor tudtak találkozni a, a nagyszülőkkel a gyerekek, és meg kell mondani, hogy ugye az elején azért nem olyan optimális nagyszülő-unoka viszony volt, mint, mint ahogy azoknál, akik ugye naponta láthatják a, a, az unokákat tulajdonképpen a szomszédokat jobban ismerték Belgiumban, mint, mint, mint a nagyszülőket, de hát ugye minél nagyobbak lesznek a gyerekek, ez annál könnyebben ráállnak ezekre a dolgokra, és, és annál könnyebben viszonyulnak. De biztos, hogy az ő számokra is furcsa volt, hogy, hogy mi kikerültünk. Bár úgy gondolom, így visszagondolva azért mindenki elégedett lehet ezzel a, ezzel a nagyon szép és, és tartalmas tanulságos nyolc évvel, amit kint töltöttünk. És akkor térjünk vissza a jelenhez, ugye, ha jól tudom, két éve vagytok itthon. Két, kettő... Hát igen, kettő és fél év, Kettő három. és fél éve. Lassan három, három, akkor fogalmazunk így. Ez hogy jött Csaba? Hogy akkor egyszer azt mondták, hogy köszönjük szépen, elég volt, nem tartanak rád igényt, vagy a család döntött úgy, hogy most már vissza kell jönni, azért mégiscsak a gyerekeknek is meg kell ismerniük Magyarországot. Én azért azt gondolom, hogy amilyen nehéz volt, vagy lehetett dönteni, hogy elmegyünk, szerintem egy visszajövetel is ennyi idő után ugyanilyen nagy döntés. Hát igen, végül is egész kintlétünk alatt mi végig meg voltunk győződve arról, hogy hazajövünk és ezt bátran vállaltam is, tehát bármikor kérdeztek, bárki elmondtam azt, hogy mi persze majd haza fogunk térni, amikor úgy gondoljuk, hogy eljött annak az ideje. Ugye minél tovább marad kint az ember, ezt annál hitetlenkedve hallgatják, mert azt mondják, hogy ha mennyi ideig kint van, akkor, akkor már úgyis itt fog maradni. Főleg ugye, hogyha Kelet-Európából megy valaki esetleg Nyugat-Európa felé, ugye ez ritkább, hogy onnan akkor már visszajönnek. És akkor úgy gondoltuk, azért azt tudni kell, hogy Szép és jó minden, de azért nagyon fárasztó is ez a, ez a kintlét, hiszen tulajdonképpen azért csak ketten voltunk mindenre, a két gyerek mellette a munka, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon fárasztó is ez egyben, Ezt, és elérkezettnek láttuk azt az időt, hogy egy, hogy egy kicsit elfáradtunk, próbáljunk egy kicsit felfrissülni, ezért úgy gondoltuk, hogy, hogy hazatérünk labdarúgás szempontjából igazán ok ennek nem volt, hiszen még volt szerződésem annál a csapatnál, ahol, ahol, akkor játszottam, de ők is megértőek voltak, hogy úgy gondolom, hogy, hogy szeretnénk hazatérni, bár ők is egy kicsit értetlenül álltak előtte, hogy miért. Az időzítés az úgy esett, hogy Belgiumba egy évvel előbb kezdhetik el az iskolát a gyerekek, mint Magyarországon. A Rolandot kint első osztályt már elvégezte, Magyarországon pedig abba az időbe kellett végezni az első osztályt, és akkor úgy gondoltuk, hogy Miután mindenképp haza akarunk térni, fölösleges lenne még egy évet csak azért kin lenni, hogy ma most kinn és akkor esetleg itt az iskolába valamiféleképpen valamiről esetleg lemarad. Ezért úgy gondoltuk, hogy kezdje el a saját korosztályával az első osztályt, és ezért jöttünk haza tulajdonképpen három évvel ezelőtt. Tehát ilyen szempontból optimális volt. Te Csaba, akkor mit gondoltál? Azt, amit, amiről már egyszer beszéltünk, hogy korábban, hogy akkor jó, megint megpróbálom megtalálni azt, amiben esetleg még jó lehetek, és hogy most a labdarúgást egy kicsit háttérbe teszem, vagy néha lejárok focizni csak a pályára, vagy amikor már jöttél haza, tudtad, hogy, hogy azért itt is mélyen belefogadásni magad. Szóval, hogy jött az UFC? Hát végül is igazából mindenképp szexádra szerettünk volna hazatérni. Itt vettünk ugye házat, itt próbáltunk, próbálunk letelepedni, de a fotbaltól azért nem szerettem volna elszakadni, azért még nem éreztem magam annyira öregnek akkor, ez ma már nem egészen így no. van. No de akkor mindenképp még volt ambícióm, hogy szeretnék még játszani. Mellette érdekes módon már egész fiatalon én egy kicsit olyan edzői szemmel néztem a, a dolgokat, és mindig figyeltem azokat az edzőket, akikkel együtt dolgozom, vagy dolgoztam, és próbáltam tőlük tanulni, és akkor is úgy gondoltam, amikor hazajöttünk, hogy szeretnék gyerekekkel foglalkozni, ami később esetleg majd átmehet a felnőttekhez. Jött egy lehetőség, hogy itt akkor az akkori Szexárdi UFC-nél, mint játékos is játszhatok, de én szerettem volna azt, hogyha lehetőséget kapok arra, hogy az utánpótlást egy kicsit megszervezni, egy kicsit egy rendszert fölépíteni, ami esetleg az egykori Szexárdi Dózsa utánpótlás nevelésének a hagyományaihoz egy kicsit méltó legyen, és úgy gondolom, hogy ezt abban az időben a Tesler Vendellel ketten kezdtük el, és egy igen nagy feladat volt, hiszen nagyon kevés gyerek volt. Gyerekfutballal az Egyesület akkor nem foglalkozott, az iskolai szinteken mentek a, a gyerek labdarúgásnak a, a csirái. Mi ezt próbáltuk meg egy kicsit az Egyesületi formába bevonni, voltak ugye sérelmek, volt, aki úgy gondolta, hogy, hogy ez sérti az ő érdekeit, de úgy gondolom, hogy mára már mindenki belátja azt, hogy a minőségi utánpótlás nevelés az, annak azért az egyesületeken belül kell történnie, és büszkén mondhatom azt, hogy már az utánpótláskorú gyerekeknek a létszáma az 180 körül van, ami, ami, ami úgy gondolom, hogy országos szinten is elismerésre méltó a figyelembe véve a településnek a, a méreteit. Lehet azt tehát mondani, hogy ö, ö, megtaláltad most a helyedet, tehát, hogy jól érzed magad, örülsz, hogy hazajöttetek, és hogy most a labdarúgásnak ez az a területe, vagy ez az a munka, most már is utaltál rá, bár ezt nem hiszem, hogy komolyan mondtad, hogy, hogy egyre inkább érzed, hogy, hogy öregszel, de ez az a terület, ami, 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 ami megadta számodra azt, amit kerestél. Hát végig úgy gondoltam, vagy úgy gondolom, hogy a labdarúgás az, amiben én igazából szeretnék dolgozni, hogy ez milyen feladatot jelent, legszívesebben edzőként dolgozni. Tehát ebben van a ambícióm, hogy az De edzői... De egy edzősk is, csak kevés igen. az idő rá. Hát igen, mert mellette sajnos sajnos el kell látnom azokat a feladatokat, amelyek a technikai dolgokkal illetve magának az egyesületnek a szervezésével. A igen, ez, ez jelenti kifejez. a mindenes kifejezést. Tehát egy kicsit úgy az ember szétforgácsolódik azzal, hogy a napi gondokkal egyesületi szinten is kell mindennel foglalkoznia, és mellette azért próbálja, igyekszik ellátni a szakmai dolgokat is a legjobb tudása szerint. Jó lenne, ha egyszer eljönne az a pillanat, amikor csak a szakmára kéne majd koncentrálnom. Hát nagyon bízom benne, hogy ez egyszer eljön. Van ambíció, egyéni ambícióm az edzői pályán minél magasabb szintet elérni. Természetesen tudom, hogy ez még nagyon sokat kell tanulni, és ezért is próbálom úgy alakítani a dolgokat, hogy mind az utánpótlásban, mind a felnőtt csapatnál vállalok feladatot, mert úgy gondolom, hogy így tudom megismerni igazából azokat a gondokat, amik, amik, amik jelen vannak a mai magyar labdarúgásban. Sajnos, a sportágnak az elismertsége, a presztízse az ugye eléggé visszaesett. Ma már nem olyan nagy büszkeség azt mondani, hogy én, én labdarúgó vagyok, mint mondjuk 15-20 vagy akár még pár évvel ezelőtt. De azon dolgozunk, hogy ez a presztízs, ez, valamiféleképpen visszajöjjön, és meggyőződésem, hogy ennek egyetlen útja van, hogyha az utánpótlásra nagyobb hangsúlyt fektetünk. Ezt mi szexárdon tesszük, Próbálunk minél jobban az utánpótlás felé irányítani a dolgokat, de, de sajnos azért, azért az anyagiak azok mindenhol meghatározóak, és a mi lehetőségeink összevetve az ország más klubjaival azért eléggé szerények. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy panaszkodás helyett mi tesszük a dolgunkat, aztán bízunk benne, hogy valamikor majd jobb lehetőségek között tudunk dolgozni. Csava, én tényleg ehhez. Minden jót tudok csak kívánni, és az jutott most eszembe, hogy amikor ö, készültem erre a beszélgetésre, akkor elolvastam azt a cikket, amit a Finta Viktor kollégám ö, írt rólad, amikor hazajöttetek. És a Viktor azt kérdezte tőled záró kérdésként, hogy, hogy mit szeretnél, mi, hogyan szeretnéd látni magad tíz év múlva, vagy mit szeretnél, ha megvalósulna tíz év múlva. És akkor te azt mondtad, hogy a szexhári csapatot az MB1-ben látni. Most, ha én felteszem ezt a kérdést, akkor mire a válasz? Hát amikor mi még ifjúsági korúak voltunk, akkor úgy egymás között fogalmaztuk meg azt az álmot, ugye elég sikeres is volt a csapat, hogy de jó lenne egyszer a szexárdot, ha mi vinnénk föl, mint játékosok az első osztályba. Hát úgy gondolom, hogy erről már lemaradtam, vagy előről már le fogok maradni sajnos. Továbbra is úgy gondolom, hogy a nagy álmom az, hogy Tolna megyének legyen egyszer egy mb 1 es csapata, és azt szeretném, hogyha nekem ehhez valamilyen formában közöm lenne, legszívesebben, hogyha edzőként tudnék ebbe közreműködni. Hogy ez most szexárdon valósul -e meg, arra jelen pillanatban azt mondom, hogy kicsi az esély, de ugye olyan gyorsan változhatnak a dolgok, hogy ezt merészség lenne így kijelenteni. Az lenne a csodálatos, hogyha ez itt szexárdon valósulna meg de még egyszer mondom, ha Tolna megyében mindez megvalósulna már bárhol, én, én akkor nagyon boldog lennék. Higgyünk a csodákba! Nagyon szépen köszönöm Csaba, én örülök, hogy itt voltál, tényleg további sok sikert kívánok, és hát kívánok még neked lelkes segítőket, azt hiszem, hogy elkél. Köszönöm szépen, hogy itt lettem. Köszönöm szépen, a nézőknek a figyelmet köszönöm, várom önöket legközelebb is viszontlátásra.